Benedekfalvi Lubi Zsigmondné, született Ilosvai Katalin, 1892-ben írásba foglalt testamentumát tartom kezemben. A 28 perces ismeretterjesztő film amatőr színészekkel és Pregicer Fruzsina Jászai Maridia színésznő narrálásával készült el. Kéri Péter operatőr rendező több évszázadot felölelő alkotása, egy trilógia második darabja. Az első rész Petőfi Sándor megyebeli tevékenységét mutatta be, a most megismert második rész a Lubi család szatmári örökségéről szól. A harmadik pedig Lubi Margitról fog szólni, az ő életét próbálja bemutatni, természetesen hasonló szituációkban és megoldásokban, mint amit a Lubi család kapcsán készítettünk a filmben. Tehát ott is lesznek eljátszott jelenetek, ott is korabeli dokumentumok lesznek. Talán annyi könnyebbség van a Lubi Margittal kapcsolatban, hogy korban azért közelebb áll hozzánk. Végül is ugye ő 76-ban halt meg, tehát a munkássága ismert mindenki számára, és aki néprajzzal foglalkozik, hát az szinte tananyag, amit ő összegyűjtött és leírt, és hát még vannak olyan korabeli dokumentumok is bőven, és emberkék, akik hát ismerték őt, és dolgoztak vele együtt, és el tudták mesélni azt, hogy ő tulajdonképpen milyen ember volt, és mi köszönhető neki. A Lubi Társaság mottója, hogy Szatmárban, Szatmárról és Szatmárért szeretnének tevékenykedni, és bemutatni, hogy a 700 éves múltra visszatekintő Lubi család 5 generációja milyen jelentős tevékenységet végzett a megyében. Ennek egyik elemeként a Szatmári Baranguló és a Szatmári Kincskereső Fantázia nevű társasjátékokat is bemutatták a sajtótájékoztatón. Magának a társasjátéknak a bemutatása, gondoljuk, hogy szervezett keretek között, amikor az iskolai időszak beindul, majd az iskolákat felkeresve, megkeresve szeretnénk megvalósítani, azért, hogy a gyerekek egy kis előismeretet is már magukénak tudva örömmel játszanak, örömmel legyenek nyitottak újabb Szatmár múltjával, történelmével, természetével, kultúrájával, jelenlegi településeivel, közlekedései lehetőségeivel, útjaival, stb. Kapcsolatos információknak a befogadásában. Mindezekről a Kölcsei Televízió holnap esti Weekend című műsorában láthatnak egy hosszabb beszélgetést 18:30-től, a Lubi család szatmári örökségéről szóló teljes filmet pedig a jövő héten kedden 17:30-tól vetíti csatornánk.